Vagyunk az 50 utca 80 ban a régi földhivatal helyén, ahol egy szabadulószoba nyílott a közelmúltban. Srácok mesélnétek erről, mi is ez a szabadulószoba? Igazából uh, itt az a szoba lényege, hogy bejön egy csapat rájuk zárjuk az ajtót, és ugye meg kell találni a kiutat. Tehát vannak ügyességi, logikai játékok, fejtörők, kis találós kérdések, és ugye csapatként összedolgozva meg kell találni ugye lépésről lépésre, hogy hogyan lehet majd a szobából kiútni. Vannak kis instrukciók hozzá, jelképek, szimbólumok, hogy mi mihez tartozik, mit mihez kell használni igazából tudnak ugye egyszerre több dolgot is csinálni a játékosok, tehát nem lineális a játékvezetés, szét lehet szedni a csapatot két-három főkre, hogyha ugye nagyobb csapat jön, és akkor az egyik rész csinálja ezt, a másik rész azt, és akkor ugye így haladva a végén meg fogják találni a kiutásnak kulcsát, kódját, ugye attól függ, hogy melyik szobába mit kell keresni. Mekkora csapatokat vártok, illetve milyen témájú szobákat lehet nálatok kipróbálni? Hát igazából a csapatok azok attól függenek, hogy melyik szobába szeretnének jönni. Ide a Frankenstein laboratóriumába szoktunk ilyen 8 fős csapatokat beengedni, ugye az a maximum, illetve előzetes egyeztetés alapján még akár nagyobb csapatok is jöhetnek, ugye akkor alakítanunk kell a szobán egy kicsit több feladatot, esetleg nehezebb feladatokat berakni. A másik szobánk az a szobafogság, ott a helyből adódóan inkább ilyen maximum 6 főt szoktunk ajánlani, illetve az egy jóval könnyebb szoba is, de ott is egy kisebb átalakítás után akár maximum 8 fő is jöhet. Ez a szórakozási forma talán akkor jó lehet így csapatépítésre, közösségek összekovácsolására. Milyen korosztálynak ajánljátok? Hát igazából voltak már tíz évesek is, nem ebbe a szobába, a szobafogságba, 6-10 éves kisrác, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen ottalvos buli lehetett náluk, vagy valami ilyesmi, a szülők elhozták őket, ők itt kimaradtak velünk, nézték kamerán az egészet, és a srácok nagyon élvezték, tehát egy nagyon picit alakítottunk a szobán, és 6-10 éves kisrác megcsinálta, Ugye egy pár segítséggel, de nagyon ügyesek voltak. Tehát ettől a korosztálytól felfele igazából bárkinek van a másik véglet is. Volt már kettő, hát nem is tudom, 60-70 év közöttiek, nyugdíjas korosztály. nyugdíjas korosztály ketten, és ők is. Tehát mondták, hogy ők, ők a környéket már körbejárták, interneten is játszanak. És tehát igazából bárkinek tudjuk mondani, aki egy kicsit szórakozni akar, kikapcsolódni. Úgy szoktak bejönni az emberek, hogy az ajtónál lerakják minden gondjukat, problémájukat, és akkor itt egy órán keresztül, vagy 75 percen keresztül csak a játék, és teljesen kikapcsolnak. Tehát más ember jön ki, mint aki bement. Márha egyáltalán kiút, mert azért tegyük hozzá, hogy itt ebbe a szobában lehet, hogy már sokan ott maradtak, nem tudjuk, hogy milyen az aránya a kiszabadulóknak, bár most így egész tisztának tűnik minden. Nem tudjuk, hogy hova teszitek azokat az embereket, akik esetleg nem jutnak ki. Nem dekorációnak. Tehát akkor igazából ajánljátok minden korosztálynak, aki szeretné egy kicsit jól érezni magát, illetve szeretné egy kicsit új dolgot kipróbálni, hiszen azért Ajkán ez nem, nem volt eddig jellemző, ez a fajta szórakozási forma, illetve a megyében most már kezd elterjedni, de ugye korábban nem igazán volt. Persze, természetesen mindenkit várunk sok szeretettel. Tényleg a kisiskolás korosztálytól, aztán felfele ugye gyakorlatilag nincsen korhatár, aki szeretne, jöhet. Szerintem mindenki talál a szobákban olyan feladatot, amit élvezni tud. Illetve, ha nem is feltétlenül a szoba véget jön, hanem ugye egy ilyen csapatépítő tréning, vagy csak, hogy a barátaival, ismerőseivel egyet kikapcsolódjon, jól érezze magát, és ahogy ugye a Dávid is mondta, hogy tényleg a szobába belépve az ember a, a problémák Kint hagyja, és, és tényleg felhőtlen szórakozást kínál neki akár ez a szoba, akár a másik szoba, tehát tényleg bárkit, bárkit le tud kötni. Hát ez jól hangzik, mi mindenképpen ki fogjuk próbálni ezt a játék lehetőséget, reméljük ki jutunk, már ha nem, akkor valakinek át kell venni az ajkai szó online szerepét helyettünk.